Már tart a 2022-es felvételi eljárás. A jelentkezőknek hamarosan dönteniük kell arról, hogy melyik képzésen szeretnének tovább tanulni 2022. szeptemberétől. A Debreceni Egyetem országosan egyedülálló módon 14 karon oktatja a hallgatókat, ezzel a legszélesebb kínálatot nyújtja. Az intézmény a felvételi eljárással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, az egyetem képzési kínálatáról sajtótájékoztató keretében számoltak be szerdán. 12 nagy képzési területen hirdetünk meg szakokat, 67 alapképzési szakot, 77 mesterképzési szakot, vannak osztatlan képzéseink, szám szerint 6 ilyen osztatlan szakot hirdetünk meg, és felsőoktatási szakképzéseket is, 7-et. Ezen belül, tehát ezeken a számokon belül vannak még szakirányok, amelyek például több mint 20 féle tanárképzést jelentenek. Az intézmény évről évre törekszik a megújulásra, amelynek az egyik legfontosabb területe a képzési portfólió bővítése. Megújulásnak az egyik legfontosabb terepe az új szakoknak, az új képzési formáknak a bevezetése. Itt is azt látjuk most például az idén, de most meghirdetett szakjaink közül több mint 10 olyan, amely vagy új szakként jelenik meg, vagy pedig új képzési helyszínen történő, egy szaknak az új képzési helyszínen történő bevezetése, vagy új szakirányú specializáció. Említettem, ez több mint 10, hogyha azt nézzük, hogy a szakjaink, képzéseinknek a száma 200 körül van összesen, akkor azért ez egy jelentős arány. A 2022-es általános felvételi eljárásban február 15-ig van lehetőség a jelentkezésre, február 20-áig pedig hitelesíteni kell a kérelmeket. Nagyon fontos határidő még a július 7-e. Ezen időpontig tudnak sorrendet módosítani a választott képzéseik körében, illetőleg ezen időpontig kell feltölteniük a hiányzó dokumentumaikat a felvételi rendszerébe. A jelentkezésnek a menete egyébként változatlan a korábbi évekhez képest. Nyilván, aki először jelentkezik, annak nem szokásos, tehát érdemes elmondani, hogy csak elektronikus úton lehet jelentkezni az oktatási hivatal által üzemeltetett felvételi rendszerben. A felvételi eljárásnak sokak számára július 21-én lesz vége. Ekkor hirdetik ki a hivatalos ponthatárokat.